egészségnap a testért és a lélekért. A Ferencvárosi Művelődési Központ ismét nagyon sok programot szervezett azért, hogy egésznek, azaz egészségesnek érezhessük magunkat. A 14. alkalommal megrendezett családi egészségnapot Zombori Miklós alpolgármester nyitotta meg, majd az leszel, amit megeszel címmel a kerületi iskolák számára meghirdetett rajzpályázat eredményhirdetése következett. Nagyon izgalmas volt az idei, mert egy groteszk, humoros alkotásokat vártunk. Az volt a cím, hogy az leszel, amit megeszel. Tehát itt a gyermeki fantázia szárnyalhatott, mert a citromtól kezdve a kiskosig itt minden volt. Teljesen eklektikus volt, mert hogy beszéltünk róla, és gondolom a többi tanár és pedagógus beszélt róla, hogy minden evő az ember, csak mértékletesnek kell lenni, de a legtöbb azért a zöldségre, gyümölcsre volt kihegyezve, mert az a legegészségesebb. Meglepetésre felsősök voltak. A legkisebbek mindig óvodások, alsósok, azok rengeteget rajzolnak, de olyan kicsi a rajzóra szám már 8. osztály, hogy meglepődtem, hogy 7.-8. osztályosok rettenetesen sok rajzot adtak be, és nagyon színvonalas munkák érkeztek be. Nagyon szépen, nagyon sokan gyönyörűen tudnak festeni, vegyes technikát nagyon jól alkalmazták, szín, forma egyensúlyt nagyon jól tudják, de olyan fotókat összegyűjteni egy kolláshoz, én is meglepődtem, hogy nagyon szépen összeaplikálták, hogy a fogak ribizli, egy kar, egy uborka, vagy bármilyen emberi figura, vagy arcot, teljesen gondolom megtekintettek egy-két Archimboldó festményt, a reneszánsz mesterét, mert ez motiválhatta őket, mert nagyon szép, és egyedi alkotások születtek ennek nyomán. Egy ember, aminek a szervezete, belső szervezetei répából, karfiolból, badlizsánból, citromból, paradicsomból vannak a belső szervezetei. Ilyeneket mind szoktál lenni? Hát szoktam, igen. Padlizsánt is szeretem? Padlizsán nem. Melyik a kedvenc zöldséged és gyümölcsöd? Zöldségem az a rántott karfiol, és a gyümölcsöm pedig alma. Hát nekem egy embert ábrázol, aki szőlőből, árpából, azt hiszem, búzából, virágokból, meg padlizsámból és paradicsomból ábrázoltam. És te hogy állsz ezekkel a zöldségekkel, gyümölcsökkel? Hát én nagyon szeretem, én mindegyiket szeretem, kivéve a padlizsánt zöldségek közül. Gyümölcsökbe is mindegyiket szeretem, csak a fügét nem. Miért szeretsz rajzolni? Mert az lenyugtat, nagyon megnyugtat, meg jó, és szeretek nagyon rajzolni. Sokat szoktál? Hát szoktam, igen. Értél már el ilyen helyezést más versenyen is? Igen, voltam már külön díjas is, nagyon sokszor jártam már rajzversenyekre, úgyhogy nekem ez nem meglepő, mert sokszor értem el első helyezést. És szerinted miért vagy ilyen ügyes, minek köszönhető? Hát szerintem van hozzá tehetségem, és ami belülről nekem fakad, azt le tudom rajzolni, és engem ábrázol, szerintem. Mindig sikerül azt, amit belülről elképzelsz, aztán utána látni a vászon a papíron? Igen, mindig sikerül, és akkor gondolkozok rajta, de nem sokat, és akkor így jön magától az egész. Tudod, hogy mi az, ami egészséges, mi az, ami nem? Igen, tudom, én nagyon is betartom, hát nem mindig a húst, azt nagyon szeretem, de egyébként betartom. Mondjuk sütünk húst, akkor hozzá köreted, de zöldségből. Az leszel tehát, amit megeszel. Nézzük, hogyan is érdemes táplálkozni. Amit hoztunk, az brokkolikrém, padlizsánkrém és sárga borsókrém, teljes sörlésű kenyéren tálaljuk és szervizunk, rengeteg zöldséggel. Hoztunk nyuszi tálat, ami natúr zöldségek összevágva, madarak csemegével, mint a magok. Napraforgó magot, szezámmagot és lemmagot hoztunk, ez így szépen rétegezve nagyon jól is mutat egy tálkában. Tehát egy ilyen könnyű nyári baráti társaság is meg tudja ezt oldani pillanatok alatt, hogy egy kis zöldséget összevágva, egy kis maggal megszorva megeszegeti. Én magam kis dietetikus vagyok, kedvesen pedig séf, és próbáljuk azokat a lehetőségeket megragadni, megoldani a konyhába, hogy hogyan tudnának még több zöldséget enni a mai fiatalok.
Arapoktató még népszerű, de az ilyen főzelékszerű dolgok annyira nem. Jön a vajas kenyér, meg a margarinos kenyér valami felvágotta, tehát ezért készítjük ezeket a krémeket, hogy még több zöldséget lehessen becsempészni a konyhába. Mik a tapasztalatok egyébként, hogy mennyire táplálkozunk egészségesen? Ugye nagyon sokat beszélünk erről, nagyon sokan próbálnak tudatosan is figyelni rá, de valóban látszik, hogy egészségesebben étkezünk? A tendencia látszik, tehát az érdeklődés már megvan, a tudás meg, hogy meg kellene csinálni, a megcsináláson van a hangsúly igazán, hogy az sikerüljön. A siker egyik titka, hogy egy dologra koncentráljunk egyszerre, és az első, amire érdemes koncentrálni, az a megesszük-e, vagy hogyan tudom megoldani, hogy megegyem a napi legalább fél kilónyi zöldséggyümölcsöt. Testünk, lelkünk egészségének megőrzése érdekében alternatív, kevésbé ismert módszereket, terápiákat is megismerhettünk. Tájmasszázs, reflexológiai és kranioszakrális terápia, ez utóbbiról szerintem elég kevesen hallottak, mit takar ez a kifejezés. Ez tulajdonképpen a koponyacsont, azaz kránium, és a szákrum, azaz keresztcsont nevéből ered, tehát semmilyen misztikus dolog nincs benne, a kettő közötti részre koncentrálunk a terápia során, és itt egy nagyon fontos folyadék, a gerincvelő folyadék az, aminek a mozgását igyekszünk harmonizálni, illetve a kötőszöveteket lazítjuk, és így hatunk gyakorlatilag az egész testre, az idegrendszer működésére, és ez egy testi-lelki ellazulást és felfrissülést hoz magával, és a szervezet öngyógyító folyamatait segíti. Milyen eredményekről szoktak beszámolni azok, akik kipróbálják ezt a terápiát? Hát sokan úgy érzik, hogy szeretnének egy nagyot aludni, ellazulnak, többen el is alszanak a kezelés közben, és a későbbiekben pedig csökken a stressz, esetleg egyfajta támogatást kapnak ahhoz, hogy változtassanak az életmódjukon, javulnak az emésztési panaszok, a hátfájás, a migrénes tünetek. Ezt önök hogyan érik el, tehát mit tesznek a terápia közben? Tulajdonképpen csak figyelünk, és egészen finoman érintjük csak meg a testet, és a legfinomabb mozgásokra koncentrálunk, és hogyha érezzük, hogy valamerre mozdulna a kötőszövet, akkor mi is a figyelmünkkel segítjük ennek a mozgását. Tehát tulajdonképpen ez a biodinamikus módszer nem manipulál, hanem csak támogat, és segít, így teljesen veszélytelen, nincs mellékhatása, és nem lehet kárt okozni a testben ezzel a módszerrel. Ha pedig már gond van az egészséggel, testi épségünkkel, jól jön, ha olyan segítő fiatalok vesznek körül minket, mint az Ifjúsági Első Segélynyújtók Egyesületének tagjai. Minden érdeklődőt szívesen látunk a standjainknál, lehet totót kitölteni. Szívesen bárkinek megmérjük a vérnyomását, illetve meg lehet tanulni újraéleszteni. Bármilyen kötözés, tényleg bármit, amire kíváncsiak, szívesen megmutatunk, illetve rendezvényekre szoktunk kijárni, ahol első segély biztosítást végzünk, például a Gerecse 50, nem tudom, ismerik-e Tatabányán. Ott szoktunk kint lenni, és ha bárkinek bármi problémája van, első ellátásban részesítjük. És elsősorban akkor ezeket a programokat az ifjúságnak szervezitek, tehát hogy ők ismerjék meg már időben, hogy ha baj van, akkor hogyan tudnak segíteni. Így van, sajnos a magyar oktatásnak az egy nagy hiányosság, hogy például az első segélynyújtást nagyon háttérbe szorítja, és ha jól tudom, Magyarországon 15 ezer ember hal meg úgy évente, hogy újraélesztető lenni, és ezen a statisztikán próbálunk javítani. Most megmutatjuk, ezen a statisztikán önök hogyan javíthatnak. Ne legyen rá szükség, ha mégis, így kell újjáéleszteni. Ha valahol látunk egy embert az utcán feküdve, akkor először is oda kell menni hozzá, megfogni a vállát és megrázni, hogy magánál van-e. Hogyha nem reagál, akkor valószínűleg eszméletlen, vagy halott. Ezt először is meg kell nézni azt, hogy van-e valami a szájába. Nincsen, akkor nem kell semmit se tenni, hogyha van, akkor azt ki kell szedni. Hogyha az bántja a száját, akkor azt inkább ne. Utána meg kell nézni, hogy van légzése és pulzusa. Kezünket ide tesszük a nyakára, hátra húzzuk a fejét. Fölé hajolunk, hallgatjuk, hogy szuszog-e, emelkedik-e a mellkasat. 10 másodperc alatt kétszer kell megemelkedni a mellkasnak. Hogyha nincsen pulzus, akkor hívjuk a mentőket megkezdett újraélesztéshez. Ezután a kezünket így összefogjuk,
mellkasára tesszük a kezünket, és 3x10 mellkas kompressziót végzünk. 1 és 2 és 3 és 4 és 5 és 6 és 7 és 8 és 9 és 10 és 1 és 2 és 3 és 4 és 5 és 6 és 7 és 8 és 9 és 10 és 1 és 2 és 3 és 4 és 5 és 6 és 7 és 8 és 9 és 10. Ezután a fejét hátrahajtjuk, a száját befogjuk, az orrába fújjuk a levegőt. Kétszer, ezután újra megnézzük, hogy van-e pulzusa. Ha nincs, akkor folytatjuk a mellkas kompressziót. 1 és 2 és 3 és 4 és 5 és 6 és 7 és 8 és 9 és 10. És ezt addig végezzük, amíg ki nem érkezik a mentő. Ha nem bírjuk, akkor segítséget kérünk mástól, hogy álljon be helyettünk. Hát sajnos nagyon kevés olyan diákkal találkoztam, aki valóban tisztában van ezekkel, de sokkal nyitottabbak, mint az idősebb korosztály. És mernek is szerinted? Tehát, hogyha mondjuk egy olyan helyzet van, hogy első segít kell nyújtani, akkor meg is van a bátorság, hogy ezt megtegyék? Hát voltunk már úgy kint rendezvényen, hogy megijedtek, de általában sikerül ezt leküzdeniük, és oda mennek az emberekhez segíteni, amit nagyon örömmel látunk. Hogy az élet elkezdődhessen abban, hogy a koraszülött gyerekek életben maradhassanak, óriási szerepe van már 26 éve a Péter Cserny Alapítványnak. A 37. hét és a 2500 gramm az a határ, ami alatt azt mondjuk, hogy koraszülött valaki. Persze ezt szakmailag még lehet árnyalni, de a köztudatban ez van, és ez a szabály is. A Péter Cserny Alapítványi Mentőszolgálat végzi Közép-Magyarország területén a koraszülöttek mentését, szállítását. Ez messze több, mint egy szokványos mentőmunka, mert mi a kórházakba is, a szülőszobákra is kimegyünk segíteni. Természetesen, hogyha véletlenül, balesetszerűen az utcán van mondjuk szülés vagy lakáson, akkor is minket küld ki az Országos Mentőszolgálat. Mi egy alapítványként 26. éve végezzük ezt a tevékenységet. Most a 8. kerületben, de hosszú-hosszú éveken keresztül a 9. kerületben a 2-es gyerekklinikán volt a székhelyünk, és ilyen módon hát abszolút ennek a Ferencváros, Józsefváros területnek is a babáit mi visszük nagyon sokat. Évente körülbelül 3800 szállításunk van, ebből körülbelül 1000 az olyan kisbaba, aki azonnal segítségre szorul. És a többiek pedig olyanok, hogy vizsgálatra kell szállítani, vagy már az intenzíven meggyógyult és egy másik intézetbe vissza kell vinni. Az egészséges élethez természetesen a sport, a mozgás is hozzátartozik. Hogy ez természetes legyen már egészen kiskortól, arról a Menő Manó torna gondoskodik már hosszú évek óta az FMK-ban, az egészségnap alkalmából pedig az udvaron felállított színpadon. Tapsoljunk, dobogjunk, dobogjunk, megnyújtózunk magasra, puszika a hasadra, csiki-csiki, ez az! Na egy másikat csinálunk, most elered az eső, jó? Nyújtózkodunk tovább. Apa, anya is csinálhatja nyugodtan lent, tök jó nyújtózkodás, én is csinálom. Na ez az, nyújtózkodjunk. Gyülekeznek a felhők. Esik az eső. Kopog a jég. Dörög az ég. Villámlik, lecsap. Kisütött a nap. Hí, megint jönnek a felhők, pont itt vannak fölöttünk, oda nézzetek, próbáljuk meg elérni őket. Gyülekeznek a felhők. Ez az, esik az eső, ide az eső, fejünkre esik. Szerencsére a felhők elvonultak, ragyogó napsütésben érkezett, gyerekeknek szóló műsorával a nap sztár vendége, Pallya Bea, akire csak rá kell nézni, és érezzük, tudjuk, ő egész, egészséges, testileg és lelkileg is. Hogyha azt mondom, hogy egészség, az mit jelent számodra? Nekem elsősorban a test és a lélek egymásra hangoltságát, meg egységét jelenti, szerintem nincs is egyik a másik nélkül. Amit én ehhez hozzá tudok adni, azok a dalok, amelyek szerintem mondja a lélek kivezető csatornái, és én elég sokat tanítok, és mindig mondom, hogy van egy nagyon egyszerű összefüggés, ha kinyitod a szádat, kijön rajta a hang, kinyitod a szíved, akkor a lélek és a lélegzet tényleg egy összefüggő dolog lesz, tehát ha kilélegzel, akkor a
lelkedet oda tudod adni. De jut is marad is, egyébként ez úgy van. Szóval, hogy szerintem én a lélek egészségéhez ezekkel a dolgokkal hozzá tudok járulni, ami persze sosem választható le a test egészségéről. Én magam is nagyon sokat mozgok, jógázom, meg futok, meg mindenfélét csinálok, hiszen a testem a hangszerem. Suttognak a fények, mindig legyen ének, tudoljunk ad egymásnak, mint anya gyerekének. Bennüljön az ének, szennüljön a lélek, hangunkat a dalnak adjuk, hajunkat a szélnek. Hangos már az ének, búcsúznak a fények, a folyó másképp szólnak a gyerekdalok, amióta neked is van gyereked, van Lilid. Abszolút másképp, és mások maguk a dalok is, más a matéria. És képzeld, hogy nagyon-nagyon sokszor ugye ezek reggel vannak, ezek a koncertek, és sokszor így küldöm neki, hogy én még úgy vele vagyok, és vele utazom egy kicsit. Sőt, hívom is a közönséget, hogy esetleg épp nincs ott a gyerekük, mert ilyen is van, akkor küldjék neki. Szóval ez egy nagyon-nagyon jó anyag arra, hogy én kapcsolódjak Lilivel bármikor, bármilyen helyzetben. És hogyan altatod őt? Ezekkel a dalokkal, meg másokkal is. Szoktam végigmenni a lemez majdnem összes dalán, és valamikor ilyen régi emlékek, népzenék eszembe jutnak. Például most az egy jiddis altatott gyere bubúj bölcsődbe. Ez az egyik kedvenc, hogy anya a kiskecskét, és akkor néha a kiskecskét be kell helyettesíteni nagy kecskével, vagy bármi egyébben. És milyen jelenleg a zene ízlése? Nyilván ez majd fog alakulni, változni, meg még pici is, de hogy mondjuk mi az, ami nagyon tetszik neki, ami közel áll hozzá? Hát úgy tűnik, hogy eléggé hat rá az anyja. Érdés van, tényleg kívülről énekli a dalokat. Van otthon egy kis sámléból készített színpad, meg egy kis saját mikrofonja, és akkor ő elő szokta adni, suttognak a véneket, meg a szabadon szárnyalnékat, teljesen jól intonálja, aztán meghajol, és a bábokból, a plüssállatokból közönséget csinál magának. Abszolút szereti, az apja kis tehén rajongó, tehát kis tehén számokat is tud kívülről, és hát mindent, amit éppen hallasz, utánozza, és ez nagyon vicces. Jó puha dunna, benne aludna, anya, ha tudna. Jó puha dunna, benne aludna, apa, ha tudna. Jó puha dunna, benne aludna, mind aki tudna. Dunna, betakar, kié, apuha kar, anya kar, apa kar. Dunna, betakar, kié, apuha kar, anya kar, apa kar. Dunna, betakar, kié, apuha kar, anya kar, apa kar. Dunna, betakar, kié, apuha kar, anya kar, apa kar. Nem olyan régen jelent meg ugye a felnőtteknek szóló lemezed, a Nő című lemezterben. Van egyébként újabb gyereklemez is, tehát hogy ugye még akkor a Lilit vártad, amikor született az altatok. Újabb három gyereklemez van tervben. A fájlok már egészen felduzzadtak, de tudok mondani hozzá konkrét témákat is. Van egy egészen korai gyereklemezem, a 2004-es, az Álom-álom kitalálom. Az egy nőnek, egy kislánynak a személyiségfejlődési meséje, ugye én nem nagyon tudok igazából gyereklemezt csinálni, hanem ezek mindig csak egy picit más ritmusban adagolt családi lemezek, vagy felnőtt lemezek, és ott ő beleszeretett Imruskába, aki egy nagyon tüzes cigányfiú. Na én most legutóbb, tavaly éppen megírtam Imruskának a történetét, egy nagyon tüzes cigányfiú történetét, és az ő lelkének a fejlődés is kötődik egy csomóféle akadály leküzdéséhez. Álom-álom ki a párom címen fog majd napvilágot látni, és szerintem több formában, lemezben, színházi előadásban, filmen, ahogy az előbbi lemez is járt, mert hogy annyira a társműfajokat hívta, ez a dramaturgia. És az altatoknak is készül folytatása, egyelőre éjjeli, illetve nappali szimfónia címen vannak elmentve a gépemben a fájlok. Rengeteg dal születik nap, mint nap, tehát az utca, vagy utcán és a szobában hevernek a témák, úgyhogy mivel nagyon-nagyon sok dal íródik, ezért azokat is majd hamarosan ismét ilyen könyves lemezbe foglaljuk.
Lili akkor tudja, vagy gondolom teszteli ezeket a dalokat elsőként. Abszolút rajta írjuk, sőt úgy van, hogy úgy kell nála csinálni, hogy anya, éneked a borsófőzeléket? Jó. Éneked a virslit? És előadok nektek egy kompozíciót. Hát ugye olyan dalokat, hát énekeljem a bármit, tehát magyarán improvizáljak valami dalt, ezt iszonyatosan élvezi. Virsli, 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 megeszi a Bruce Lee, mert ezt a rímet álltuk ki, és a borsófőzeléket is megeszi a Bruce Lee, aztán felel a kis sámlira, és azt csinál, hogy hacsime! És működik, megeszi a borsófőzeléket. Egyrészt megeszi a borsófőzeléket, másrészt egész nap hacsimézott, és mi annyit rögtünk az apjával, hogy és ez így mennek a nap. Nagyon élvező, hogy tényleg bármi dallá válik. Aztán nyilván ezekből nem sok marad fönn a rostán, mert most amit éppen ott improvizálok, az vagy jó, vagy nem, de valami meg egészen aranyosan úgy elkapom, és akkor aztán gyorsan föléneklem, sőt, altatás közben is van, hogy jó, az de jó motivom, és már félig én is alszom, és nem beéneklem a telefonba. Egyébként pedig így születtek az újabb altatók, mert az is van, hogy van egy éjjeli zenecsomag, meg egy nappali zenecsomag, és az éjjeli zenecsomag az konkrétan az altatás helyzetekben születik. Mert mindjárt tárgyakat eladok, öltönyöm gombolom, komolyan gondolom. Sundunda ei povonna, sundunda ei povonna, sundunda ei povonna, sundunda ei. A táskám kinyitom, kutatom a papírom, minden zavaros. Sok-sok papíros, sok-sok-sok-sok papír, sok-sok-sok-sok-sok. S a sok-sok unalmas papíros közül egy aprócska színes zokni előkerül. Abban az egyetlen pici zokni van, benne van, ami nekem a kisfiam. Édes kisfiam, mosolygós csillagom, gagyogós haverom, malackám, vackorom. Nagyon-n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 agyon hiányzol. Sundunda éjponna, sundunda éjponna, sundunda éjponna, sundunda éjponna. A kormány tekerek, csikorog a kereken, hazafele robogok, sietek lorok. Sundunda éjponna, sundunda éjponna, nyolckor fürdetés, mese és fektetés, puha ágy, pizsama, a fiam mosolya. Sundunda éjponna, sundunda éjponna, sundunda éjponna, sundunda éjponna. Kocsi kulcs a falon, zakóm a fogason, pici láb telikád, itt van apukád.